A Rádió Konyhában Csányi Sándor, azaz a Gulyás Király, a Szolnoki Gulyás Fesztivál ötletgazdája, alapítója a vonalban, akivel, úristen, hát mi nagyon-nagyon rég találkoztunk Szolnoki Gulyás Fesztiválon. Te ott mindig a zsűri tagja, elnöke vagy. Kóstoltok, és már gyakorlatilag egy falatból tudjátok, hogy hát ez odaégett, ez túl sok a paprika, itt nem tudom. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy vegyünk végig egy pár hasznos tanácsot, amit akárha versenyre megy az ember, akárha csak a családjának, barátainak főz valamit a bográcsban, akkor azért érdemes szerintem ezzel egy kicsit operálni. Például kezdjük ott, hogyha valaki most vesz bográcsot, akkor van-e vele valami különösebb teendője, vagy egyszerűen csak elmossa? Szeretném először is leszögezni. Ha valaki bográcsba főz szabadtéren, akkor ne akarja megfőzni a világ legjobb ételét, hanem ennek van egy olyan varázsa, hogy együtt vagyunk és együtt főzünk. Voltam már egyébként már olyan rendezvényen, vagy bulin, inkább bulin, ahol ugye valakin fölvállalt a főzést, és tudattalan állapotban ugye nem tudtuk kibogozni aztán, mit főz, hogy mákos tiszta van, vagy gulyás van a bográcsban. De visszatérve az eredeti kérdésedhez, megveszi a bográcsot, attól függ, miért vesz. Egyébként a legjobb a lemezbogrács, illetve mondják, hogy ugye az öntött vas bogrács ugye a legjobb, abban már igazán tudorok főznek, de én ajánlom a sima lemezbográcsot, vagy az ománcozott bográcsot, tehát hogyha amatőrök főznek, ez tökéletesen megfelel. Akkor lemezbogrács vagy zománcozott bogrács, akkor van, igen, már egy szép bográcsunk, hogyan tisztítsuk meg? Van-e valami bejáratás, hogy előbb üresen, nem tudom, gyújtsunk alá, vagy mit kell csinálni? A legjobb, hogyha forró vízzel kifertőtlenítjük alapvetően. Tegyük tele vízzel, és akkor jó forrón főzzük, mintha levest főznénk egy, mint egy óraország, és az csodálatos lesz. Amikor pedig ugye már befejeztük, akkor pedig szalonnával, ne zsírral, a lemezbográcsról beszélünk, hogy ne zsírral kenje ki, hanem szalonnával. Tapasztalom, azért mondom tapasztalom, hogy a zsírral keni ki, akkor a rozsdával együtt rozsdásodik a zsír, és aztán abból nagyon nehéz kiakarni. Rakj egy jó nagy tüzet, ez lehet a következő lépés a bográcsnál? Igen, ezt szokták mondani az amatőrök. Aranyosan rak egy jó nagy tüzet, aztán jó, táncolt körül. Majd csak leég valami ott. A lényeg az, hogy nem szabad. Tehát először megragad a tüzet, tehát úgy, mint a kemencét. Tehát itt is úgy van, hogy raksz egy jó nagy tüzet, és utána megvárod még majd olyan pislogó, parázsos, kicsit mindig egy szálfát alá, hogy, mert akkor már megvan a forróság. Jó meleg parázst kialakítani, és utána tegyük rá a bográcsot. Például minden bográcsban készülő ételreceptje úgy kezdődik, hogy vegyél, nem tudom, X mennyiségű vöröshagymát és kockázt fel? Rosszul vannak tanítva az emberek. Na. Mert ugyanis, ha hagymát veszel, akkor egy paprikást készítesz. Végy, mit tudom én, 30 dek a hagymát, és tegyed rá a húst. Tehát ez a paprikás, amikor pörköltet akarsz készíteni, akkor viszont egy szép lassú tűzön zsír meg hús. És a húsnak egy kérgét kialakítasz, de mindenképpen így kezd. Tehát ez a két technológia van, ugye erről örök vita van. Az én jól bejáratott elvem szerint, 1 kiló húshoz adsz 30 deka hagymát. Szerintem a hagyma az egy fűszer. Kapsz egy jó kis szaftos, tudod, tunkoló szaftos, finom friss kenyérrel, maximum 35 deka, a többet szerintem nem szabad, mert akkor már nem tudsz fűszerezni. Ami még nagyon fontos, az idő, abból a szempontból, hogy nehogy valami odakapjon. Ez szerintem az, amin a legtöbb bográcsétel elbukhat, nem? Hát pontosan. Odafigyelés, valóban ott kell ülni a bogrács mellett. Még a kávét, meg a pálinkát is oda kell hozatni. Tehát akkor kis szék, egy darab minimum legyen a bogrács mellett, igen, és azt ne hagyja el sohasem. Tehát, hogy valaki mindig legyen vártán. Igen, igen, tudod, a katonáknál. Fűszerezés az még egy stratégiai kérdés, hogy mennyire, hogy fűszerezünk. Én úgy szoktam egyébként, hogyha rám hallgatnak, a kedves rádióhallgatók, hogy fölteszem só, egy kis egészbors, egy kis rödbors, paradicsom, paprika, hogyha kapsz valami jót. Ezen kívül szoktam egy kis lescsán beletenni, egy kis tárkonyt beletenni, egészen picikét, meg hát az én ízlésem, ezt tudod, egy kis citromot is szoktam beletenni, mert én szeretem egy kicsit pikánsabban a marhapörköltet, ugye paprikát, arra is nagyon vigyázni kell.
fokhagyma, paprika, a fokhagymát is nagyon el kell találni, meg ugye a fűszer paprikát. Nem szabad sokat. Mondjuk egy kiló húshoz egy 3 deka paprikán nem szabad. Meg én a rádióhallgatóknak, mi a retro rádiót, én nagyon szeretem, mert ugye nálam is mindig az megy, elárulok egy titkot, az én titkomat, szabad. Persze. Az én titkomat elárulok. Igen. Tehát, amikor én a befejezés előtt vagyok, akkor egy kis áfonyalekvárt szoktam beletenni. Tudom, hogy a vadételekhez szoktak, de én a marha pörköltbe is valami eszmét vigyázni kell. Itt is egy olyan 15 deka lekvárt teszek, mondjuk egy kilóba, vagy 10 deka lekvárt egy kilóba, nem szabad. Sokat, valami csodát kapsz. Tehát ezt is nagyon óvatosan kell kezelni. És mondják egyébként, még tudom, hogy a rádióhallgatónak lehetne olyan ki, és akkor hol van a vörösbor? Ha vörösborral főzünk, először is választunk egy jó minőségű, egy jó száraz, vagy egy félszáraz testes vörösbort. És ott például akkor mondjuk, ha 1 kiló húst veszünk, ott neked mi az arány, ami szerinted? Egy deci. Tehát arra vigyázni kell, hogy amikor ha főzünk, és tényleg kimegyünk a szabadba, és a szeretteinknek jót akarunk főzni, akkor próbáljuk meg a minőséget beleadni abba a kis ételbe, amit el akarunk készíteni. Te most éppen egyébként egy nagy munkában vagy, hiszen egy egész kórházra főzöl, ha jól tudom. Igen, Szolnoki Kórház, a város felajánlotta, hogy megvendégeli a kórház dolgozóit, és egy babgulyás fogok főzni 700 adagot egy nagy bográcsba, mert ugye kifőzni más, mint én, a dolgozóknak, az ápolóknak, hát az, akik ugye részt vesznek most ebben a nagy pandémiában, mint amiben most vagyunk. És ezt úgy kell elképzelni, hogy akkor a kórház udvarán tábort vertek, és megy már reggel óta, akkor a hajnal óta az aprítás, a szeletelés, az előkészületek, és csináljátok, készítitek ezerrel? Pontosan, folyamatosan főzzük, hát délre akarunk készíteni, és ugye az osztályokra majd ott segítenek a nővérek, hogy elosztani